Sziasztok! A mai videónkban egy igazi megfázás, illetve köhögés csillapító teát fogok nektek mutatni, amit nagyanyáink is annak idején előszeretettel alkalmaztak, mégpedig hagymateát fogunk készíteni. A vörös hagymának van egy nagyon fontos tulajdonsága, mégpedig nagyon gazdag különféle ásványi anyagokban, illetve vitaminokban, például C-vitaminban is, erősen gyulladásgátló hatású, abszolút egy csodaszer, hogyha az immunrendszerről van szó. Hogyha hagymateát akarunk készíteni, akkor körülbelül egyetlen egy fej vörös hagymához használjunk fél liter vizet. Természetesen távolítsuk el a gyökereket, illetve a szárnak a felső részét, megpucolni nem kell. Illetve még egy dologra figyeljünk, hogyha kisebb fejek vannak, akkor használhatunk nyugodtan kettőt is. A hagymateát többféleképpen lehet egyébként elkészíteni. Van, aki cukort karamellizál, és utána a hagymahéját főzi meg a vízben, de vannak más iskolák is. Én azt az iskolát vallom, és azt láttam én is otthon, hogy csupán annyi dolgunk van, hogy ketté vágjuk a hagymát, belerakjuk a vízbe, és főzzük. Rakhatunk hozzá egyébként még mézet is, utólag ez is egy nagyon jó hurutoldó, de ettől is eltekinthetünk, hiszen önmagában is meg lehet inni, nem olyan, mint hogyha hagymalevest kortyolgatnánk, viszont nagyon jól oldja a nyákot. Elő is készítettem a fazekat, meg a vizet, ezek után beledobom a vörös hagymát. El is készültünk a hagymateával, nagyon jó illata van, úgyhogy már csak annyi dolgunk van, hogy ki kell mernünk pohárba, ez körülbelül egy két adagnak felel meg. Használhatunk szűrőt is, de nyugodtan merőkanállal belemerhetjük így. Lehet természetesen belerakni cukrot is, de szerintem önmagában is nagyon finom, és leginkább önmagában is hatásos. Hogyha eddig nem tettétek, kövessétek az Édenkert TV YouTube csatornáját, iratkozzatok fel hírlevelünkre, és látogassatok el Facebook oldalunkra is.